10 szervezet, 20 helyszín és 100 program. Számokban ezt jelenti a 14. Székesfehérvári Múzeumok éjszakája. Június 25-én rendhagyó tárlatvezetések, koncertek, kézműves és családi foglalkozások várják az érdeklődőket a belvárosban és a távolabbi múzeumokban egyaránt. A Múzeumok éjszakája programjait az önkormányzat támogatja. A polgármester kiemelte, a nagyszabású rendezvény összefogással valósult meg. Képesek összefogni a kultúra területén dolgozók, alkotók, együttműködni, és most már szerencsére a pandémia sem akadályoz meg bennünket abban, hogy újra legyen Múzeumok éjszakája Fehérváron. Az elmúlt két esztendőben erre nem volt lehetőség, nagyon sokan hiányolták, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan várják. A programok karszalaggal látogathatók, melyet a legtöbb állomáson és a Turinform irodában lehet legalább 500 forintos áron beszerezni. A karszalaggal az összes rendezvényre be lehet jutni, sőt egy nosztalgia busz menetjegyét is jelenti. Az Icsliget végében a parkolóban fog állni egy retro nosztalgia busz, amelynek meghatározott menetrendje van. Ezt is ingyenesen vehetik igénybe a karszalagot viselők és a Múzeumok éjszakája látogatói. Ez körjáratként fog működni, és a külső helyszíneket is el lehet vele írni könnyedén. A Múzeumok éjszakája az országban egyedülálló módon Székesfehérváron jótékonysági akciót is jelent. A karszalagokból és az este alatt befolyt adományokból az ukrán menekült gyerekeket támogatják. Ha van egy ilyen alkalom, akkor ezt próbáljuk meg felhasználni úgy, hogy segítsünk másoknak. És egy nagyon aktuális feladatot, nagyon aktuális célt találtak a szervezők, hogy a karszalagokból befolyt adományokat olyan célra fordítsuk, amellyel a menekülteket is tudjuk segíteni. Az Ukrajnából hozzánk menekült fiatalokat, gyerekeket szeretnénk ezzel ide szállítani, utaztatni, és itt megmutatni nekik Székesfehérvár gazdagságát. A Múzeumok éjszakája idei mottója az újra gombolt hagyomány. A rendezvény részletes programjai a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ weboldalán megtalálhatók.